A szülők ketrecéből hozzák a gondozók a kis varikat az első állatorvosi vizsgálatukra. A makik folyamatosan kapaszkodnak mind a négy lábukkal, ettől ugyanis biztonságban érzik magukat és megnyugszanak. Igazán különleges állatorvosi beavatkozást tekinthetünk majd meg, hiszen a Nyíregyházi Állatpark 4-es iker varipárját tekinthetjük meg. Az apróságok jelenleg 6 hetesek, és most fognak átesni életük első orvosi beavatkozásán, ahol meg fogjuk nézni az ivarukat, illetve a testtömegüket is. Hatalmas dolog ez, hogy 4-es iker pár születik, hiszen bár ez a faj képes arra, hogy akár 6 kicsit is neveljen együtt, általában 1-3 utód szokott születni zárt tartási körülmények között, és mivel az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a tenyészpár, és alapvetően a faj kritikusan veszélyeztetett, ezért igazi nagy büszkesége ez az állatparknak. Éppen becsipelik, vagyis egyedi azonosítóval látják el a kis varikat a Nyíregyházi Állatparkban. Az ivar meghatározás után a kihalóban lévő faj koordinátora határozza majd meg, hogy a makik mely európai állatkertbe kerüljenek, ugyanis az egyedek tervezett elhelyezésével tovább nőhet majd a szaporulat. Most történt meg itt a Nyíregyházi Állatparkban a kis varikölyköknek az első orvosi vizsgálata. Jelenleg 6 hetesek, május 9-én láttak napvilágot. 4-es ikrekről beszélünk, 2 hím és 2 nőstény az ivararány. Megkapták az egyedi azonosítójukat, illetve egy súlymérés történt. A jelenlegi súlyuk mindannyiuknak körülbelül 350 g. A kis varik egyelőre még az állatparkban maradnak, az anyjuk teje mellett már elkezdtek gyümölcsöt is enni, így hétről hétre egyre nagyobbak és fejlettebbek lesznek.